Augusztus 2-án péntek este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Örömszülők a szabadtérén, vígjátékkal telt az este az angol kertben. Továbbra sincs kijelölt hely a fürdőzésre az öreg tavon. Erős szezonra számíthatnak a parlagfű allergiával küzdők. Új edzővel kezdték meg a felkészülést a TAC focistái. A Turay Ida Színház előadása érkezett tegnap este a tatai szabadtéri színpadra. Az Örömszülők két felvonásos vígjáték Vándor Éva és Mikó István főszereplésével garantálta a jó hangulatot. A humoros adok-kapok és egy kései szerelem története már majd egy éve töretlen népszerűségnek örvend. Vigyázzon, nehogy a protézis alá menjen. Köszönöm. Mi volt ez? Nem éppen felhőtlen a találkozás a nyugdíjas taxisofőr és Mildred között. A két öreg gyakorlatilag ki nem állhatja egymást, ám néhány nem várt fordulat miatt mégis kénytelenek egy fedél alatt élni. A Turay Ida Színház tavaly októberben mutatta be az Örömszülők című vígjátékot, melyet kiváló színészeik azóta is nagy sikerrel játszanak. Ez egy olyan szerep, ami... A saját koromat játszhatom. Most már egyre nehezebb játszom olyan darabot, sajnos, ahol fiatalabb vagyok. Ebbe bele kellett törődni, mint ahogy a főszereplő is. Gyakorlatilag persze beletörődik abba, hogy a kora annyi, amennyi. Nagyon jó végjáték, örömjáték a két főszereplőnek, Vándor Évinek is nekem. Nagyon örülök, hogy vele játszhatom. Pályánk elején, 7 évadon keresztül, amikor elindult a Kisvárdai Várszínház, minden darabban partnerei voltunk egymásnak, és örülök, hogy az élet úgy hozta, hogy jó 50 év után ismét együtt játszhatunk. A Pataki András rendezte darabban egymást éri a nevetés, a két örömszülő csipkelődése természetesen a boldog végkifejlet felé halad. Na jó, hát persze nem ment azonnal ez sem, hanem alakulnak a dolgok, és valahogy úgy egymás felé kergeti őket egy véletlen. Szóval van egy áramszünet, hát mire jó egy áramszünet? Arra jó, hogy elárjuk a titkainkat, és végre önmagunk lehessünk, és így találkozik össze végül is a két ember, és kiderül, hogy igazából mind a kettő magányos és társra vágyik. És tulajdonképpen ezért volt valamiféle gyűlölködés is egymással szemben. Talán pont ezért, hogy érezték, hogy itt valami kéne, valami mocorog, de nem az igazi. És akkor ez a véletlen helyzet megadta nekik ezt a megoldást és ezt a pillanatot. A tatai szabadtéri színpad idén kivételesen színes palettával kedveskedik a színház szerető közönségnek és a gyermekeknek is. Az előadások sora egészen augusztus közepéig tart. Folyamatosan monitorozzák az öregtó vízminőségét az önkormányzat munkatársai. A vízben található kórokozók mennyiségét az elmúlt hetek sporteseményei kapcsán is szigorúan ellenőrizték, és bár az adatok megfelelőek voltak, hivatalosan továbbra sem lehet fürdőzési céllal bemenni a tóba, ennek több oka is van. Napozók a parton, szápposok a vízben, szokásos nyári látvány az öreg tópartján. Önmagában ezzel természetesen semmi probléma nincs, a fürdőzéssel viszont annál inkább, ugyanis kijelölt fürdőhely hiányában erre jelenleg nincs lehetőség. Van egy BM rendelet, a 46/2001-es, ami szabályozza a városok belterületén lévő fürdő tavaknak, mint amilyen az öreg tó tavakban történő fürdést. Mivel az öregtóban nincs kijelölt fürdőhely, ezért a tóba fürdeni tilos. Nyilván az önkormányzat nem állt meg itt, hogy akkor ebbe belenyugodtunk. 10 éves adatsorok alapján nézzük az öregtó vízminőségét, ami ugye az a megnyugtató, hogy a vízminőség az nem
fertőző, tehát hogy a vízminősége a korábbi rektavi beavatkozásoknak, gondolok itt a nádasnak a újratelepítésére, illetve a parti főveny kialakítására, ezeknek köszönhetően a vízminőség az szerencsére jó, még ebben az időszakban is, amikor ugye az öreg tóba most már hosszú hetek óta, most már hónap óta nem érkezik plusz csapadékvíz. Mondjuk ki azért Tatabányán tisztított szennyvíz kerül az általérbe, aminek ugye teljesen mások a határértékei, mint bármilyen más víznek. Az öreg tónak van egy természetes öntisztuló képesség. El lehet mondani, hogy ezeknek köszönhetően többnyire az öreg tó 6 pontján szoktunk venni évi 5 alkalommal vízmintát, és ezek alapján nincs fertőzés veszély, de folyamatosan egyeztetünk az ANTS szakemberével is, illetve nyilván tudjuk azt, hogy több vízi verseny, triatlon, illetve tóátúszás is szokott lenni. Ezekben az időszakokban is az önkormányzat veszi a vízmintát. A vízminőség az ilyenkor alkalmas, tehát nyugodt szívvel engedjük bele mi is a sportolókat, illetve a Triatlon Szövetség is. Ugye ennek a feltétele az lenne, hogy legyen kijelölt fürdőhely, amiben már korábban tett lépéseket az önkormányzat, nem találtunk üzemeltetőt. Ebben az esetben ugye mindenütt a fürdéstiltó táblákat ki kellene helyezni. Ebben a rendőrséggel is többször egyeztettünk már, hiszen ugye nekik lenne a feladatuk, ez egy csúnya feladat, kiterelni az embereket a vízből és a megfelelő mederbe terelni őket, tehát a fürdőhelyre. Úgyhogy ez sem egyszerű, hiszen ezt is a legegyszerűbben ugye motorcsónakkal, illetve vízirendészettel lehetne legegyszerűbben megoldani, tehát vannak tárgyi és személyi feltétele is ennek, ugye, amik nem állnak rendelkezésre, úgyhogy ez több opciós feladat lenne. Jelenleg azt mondom, hogy mi is látjuk, hogy többen fürdenek a tóban, ezt kérem ne tegyék, ugye van erre megfelelő hely, akár a fényes fürdő, ahol ugye lehet fürdeni. Ugye a rendőrség az elmúlt időszakban is úgy tudom, hogy volt többször ellenőrzés, ahol kiterelte az embereket, akár még bírság is lehet ebből. Sajnos ugye akár az illemhely hiánya is nagy problémát okoz ugye ilyen időben is, tehát azért is kulturáltabb helyen lehet akár a fényesen a legközelebbi helyen fürdeni, mint az öreg tóba. A napokban több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet a parlagfű pollen koncentrációja hazánkban, az időjárási körülmények miatt pedig erős szezont jósolnak a szakemberek. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon, hívta fel a figyelmet a napokban közleményében a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A figyelmeztetésben azt írják, több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet. Az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt javasolja, a parlagfű virágporára érzékenyek, mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelő orvosukat a megfelelő kezelésbe állítására. Érdekében. A parlagfűre érzékenyek számíthatnak a tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orrfolyást, orrdugulást, tüsszögést, szemviszketést és könnyezést. Az allergiás tünetek megelőzését, erősségének mérséklését a megfelelően beállított gyógyszeres kezeléssel lehet elérni. Azt írják, a szezon előreláthatóan erős lesz, melynek mértékét az augusztusi és szeptemberi időjárás nagyban befolyásolhatja. A tömeges virágzás során a tartós, esős időszakok átmenetileg ugyan visszavethetik a pollen terhelést, azonban a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható. A kifejlett parlagfű terjedése ellen leghatékonyabban felmagzás előtt bimbós vagy virágos állapotban végzett kaszálással lehet védekezni, így csökkenthetjük a levegőben a gyomnövények virágporának mennyiségét, ami egyben a földhasználóknak jogszabályban előírt kötelezettsége is. A lakosságtól a parlagfű pollenterhelés csökkentése érdekében azt kérik, az általuk készlett parlagfűves területeket mielőbb jelezzék a NÉBIH vagy a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület oldalán. Egy hónapja kezdték meg a felkészülést a TAC focistái, a következő vasárnapi kihívás alkalmával a Zsámbék ellen vívják az első tétmérkőzést. A csapat új edzővel vág bele a következő idényben. Augusztus 4-én vasárnap 18 órakor játszik kupa mérkőzést Zsámbék ellen a tatai felnőtt labdarúgó csapat. A 2024-25. Évi területi első osztályú labdarúgó bajnokságra hetekkel ezelőtt új vezetőedző irányítása mellett kezdték meg a készülést.
Hát, hogy könnyű helyzete vagy sem, ez majd ki fog derülni, de biztos vagyok benne, hogy ez nem vasárnap fog kiderülni, mert tényleg ez a 4-5 hét, inkább azt mondom 4 hét, ez valójában kevés a felkészüléshez. De hát a szövetségben így határoztak, hogy kupameccsel kell kezdenünk, természetesen így szervezzük össze a munkánkat, úgyhogy várjuk is a kupa mérkőzést. Hát kíváncsi leszek arra, hogy mire volt elegendő ez a 3 hét a felkészülésből. Minden ellenfél nehéz szerintem. Egyrészt azért, mert kupa. A kupa ugye az teljesen más, mint a bajnokság. Egy mérkőzésről szól. Minden ellenfél ellen komolyan kell készülni természetesen, úgyhogy én azt gondolom teljesen mindegy, hogy kivel játszunk. A célunk az, hogy nyerjünk, jussunk tovább. Még egyszer mondom, meglátjuk, hogy az eddigi munka mire volt elegendő. Tegnap egy pihenő nap után ugye ma találkozunk újra a srácokkal, ma és holnap edzünk, szombaton lesz megint egy pihenő nap, és így fogjuk vasárnap fogadni a zsámbékot. Mi csináljuk most a felkészülés ezen időszakában megszokott munkánkat, tehát semmilyen extrával nem készülünk, megyünk szépen sorba, jövő héten is még felkészülés van természetesen, remélem sikerül tovább jutnunk, akkor ennek szellemébe fogjuk folytatni, ha esetleg ez valami miatt nem sikerülne, akkor pedig megyünk tovább, is csináljuk a felkészülés ezen időszakának megfelelő munkát, úgyhogy nincs semmi olyan extra, amivel készülnénk. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint a cég karbantartási munkát végez a földgázszállító rendszeren augusztus 13-án 13 és 17 óra között. Az érintett időszakban Tatán a karbantartás minden gázfogyasztás mérővel rendelkező felhasználó esetén gázfogyasztási szünettel jár. Nyílt napot tart az öregtavi vízi vitorlás egylet augusztus 3-án szombat délelőtt 10 órai kezdettel a Vágóhídnál a vitorlás kikötőben. Képzett, rutinos vitorlázókkal van lehetőség kipróbálni a sportot egészen délután 4 óráig. Mindenkit szeretettel várnak. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban, röviden. Örömszülők a szabad térén, vígjátékkal telt az este az angol kertben. Továbbra sincs kijelölt hely a fürdőzésre az öreg tavon. Erős szezonra számíthatnak a parlagfű allergiával küzdők. Új edzővel kezdték meg a felkészülést a TAC focistái. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Augusztus 2-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét, kellemes tévézést kívánok Önöknek, viszontlátásra!